nem tudom, szegény hely egyébként olyan, mintha kétségbe lenne esve, nem gondolod? De abszolút. Tehát, hogy én is kicsit úgy éreztem, ahogy, amit, egy, amit, meg ahogy mondta, hogy nincs minden rendben valahol a FlyQuest házatájékán. És nem tudom, tehát, hogy egyrészt az, hogy amikor múltkor még kitvittelte azt, hogy még screameket se tudnak nyerni, na hát az is eléggé rossz, tehát hogy az egy dolog, hogy az nem, LCS... azt egyáltalán nem nyertek. Igen, tehát hogy az LCS legalább már hoztak pár mérkőzést, meg pár pontjuk már van, de az, hogy közben screameken nem képesek jól teljesíteni, ez lehet, hogy egész csapatot befolyásolja. Nem lennék a helyükben, és tényleg, hogyha most ezt se tudják megnyerni, akkor egy iszonyat nehéz hét előtt fognak állni, mármint a jövő héten. Ahol a győzelem majdhogy nem kötelező lesz mindkét mérkőzésen. Sőt, ahhoz, hogy bejussanak a playoffba, szerintem biztos, hogy kötelező lesz és mindent megnyerni. Azon a ponton kimerném jelenteni, hogy akkor a FlyQuestnek hát nincs esélye. Hát, vagy mert meglátjuk. Én szerintem, hogyha még nyomás alatt is ezt kell ráadásul ezt megcsinálni, akkor... Jó. Valahol egyébként egyetértek veled, és én is így gondolom, hogy szomorú, de hogyha erre a teljesítményre még egy ilyen nyomás is rá nehezedik, hogy most muszáj megnyerni mindkét meccset, az bizony fájdalmas lehet. Nem tudom, a repülő rajta, amit tényleg a FlyQuest vett, az lehet, hogy csalóka volt. Tudtuk azt, hogy amikor ők megnyerték a Challenger Series tavaly, illetve pontosabban, amikor ők megnyerték a relegációs tornán azt, hogy feljutsanak ugye az LCS-be, akkor azért elgondolkodtunk, hogy jó, egyébként tényleg itt van rengeteg régi nagy név. Imádom, hogy visszatértek. Itt van Boz, High, Lemon Nation, Altec. Tényleg négy olyan név, aki hát nem tudom, a fiatalságunk volt. Nem tudom. Tehát, hogy ők azért nagyon sok olyan mérkőzést és meccset tettek le az asztalra, ami rettentő fontos volt. Hozzájuk jött még egy olyan újjont Moon személyében, aki szerintem az Energy-ben nem tudott tökéletesen kibontakozni, még annó az LCS során, viszont pont azt láttam, hogy mind a Challenger Series-ben, mind pedig az első hetekben Moon rettentő megbízható dzsungelesnek bizonyult. Viszont mostanában azok a hibák, amiket látok ezeken a meccseken, vagy bármelyik elmúlt heti meccseken Moontól, kísértetiesen arra hasonlít, mint amit az Energy-ben játszott. Közben egyébként már van is 5 tiltásunk. A Caitlyn tiltással egyet tudok érteni. Tehát azért Caitlyn egy elég erős lövész mostanság, és Alteknek is volt egy megnyerő teljesítmény vele. Iszonyatos. Duplázta a sebzését azt hiszem esnek, pedig vesztes csapatban volt. Jó volt, abszolút álltak Caitlynnel, illetve Caitlyn szerintem teljesen jól bevált mostanában az újítások, illetve az átalakításoknak köszönhetően, mármint a frissítés miatt. Aha. Úgyhogy ő ténylegesen lehet akár gyakori résztvevője a meccseknek, akár pedig ugye a tiltási listán. A Counterlogic Gaming az, aki nem változtat az első 3 tiltásán, és ugye egyedül csak a Caitlyn, az újonnan érkező Caitlyn kapta meg. 60%-os a győzelmi aránya Lulunak, mármint Észak-Amerikában. És ő is. Hát talán most már kijelenthetjük, hogy majdnem minden mérkőzésen, amikor elérhető, akkor általában ráhozzák. Csak mellé most milyen lövész volna az, ami jó lenne? Tehát Lulu talán nem a legpiszkálódóbb, bár eddig amúgy azt is láthattuk tőle már a mai nap folyamán. Vladimirt hozzá közben amúgy a CLG, és én örülnék annak a Kog választásnak. Kogma a választásnak. Kérdés, hogy mi lesz majd a FlyQuestnek a második két választása? Elhoznak-e Hynek például egy LeBlancot? Ezzel ugye túl sok mindent nem lőnének le. Viszont akkor azt lehetne még mondani a Counterlogic Gamingnek, hogy okay, akkor Vladimir menjen föl a felső ösvényre. Hopp, meglőtték már megint a LeBlancot, mert akkor a LeBlanc ellen lehetne valamit tök jó kis hívást hozni. De nem így gondolkodik most a FlyQuest, ugyanis ez tényleg akár egy csapda is lehetett volna, hanem inkább hoznak egy Camille-t, aki rettentő flexibilis módon jöhet az idézők szurdokába, de most talán csak a középső, illetve a felső ösvény.
ami elérhető számára, Altek pedig S-ezni fog, alsó ösvény S, illetve Lulu. Hát itt van a válasz, Afromu pedig Thresh-ezni. A tank támogatók soha nem rosszak szerintem. Mármint lehet, hogy semmit nem tudnak hozzátenni a mérkőzéshez, de még akkor is tankok, tankosak. És az amúgy kivált kép igaz lehet Thresh-re, aki már csak a lelkek összegyűjtögetéséből is páncélzatot tudhat magáénak. Plusz egy kolosszussal jön. Hát ha azzal jön és nem a paktummal, ugye itt talán azért lehet nála már választani. Én úgy gondolom legalábbis. Elisz amúgy a CLG első tiltása a második fázisban, és amúgy hozzájuk majd egy dzsungelest és egy felső ösvényest várunk valószínűleg. Ami azt jelenti, hogy nekik, vagyis ellenük ide kell, hogy érkezzenek a tiltások, egy alapformájában ez meg is valósul. Hasonlóan az előző mérkőzéshez, csak ugye akkor az első három tiltásban érkezett Olaf, viszont a Counterlogic Gamingnek nem volt prior választása ez a dzsungeles, hanem inkább megvárják, míg a második választási szakaszban rájuk kerül a sor. Ez ugye az első, illetve majd az utolsó választás lesz. Orianna közben megkönnyítik High helyzetét. Még egyszer ne hozd el azt, amivel az előző mérkőzésen sem szerepeltél túl jól. De az is igaz, hogy ott van egy Camille, aki nagyon könnyedén be tudná vinni azt a Goyslit, amikor például talál egy jó S nyilvessző, ott van még egy bónusz felütés Lulutól, tehát a Wombo kombó kijöhetett volna, érthető is így ez a tiltás. Flyköst pedig X-Mitit akarja zaklatni, nem akarják, hogy kényelmes választás jussék számára. A Stixxay Warwick az most is ott van, és még mindig nem hozzák el. A Veigart én most már várnám hújhoz. Tehát annyiszor megmutatta a Stixxay, hogy most már hozza el. Egyébként Warwick is jöhet értett dzsungelbe, tehát most már azért annak is van... Ő egy ellenválasztás volt eddig leggyakrabban Kha'Zix-ra, azt hiszem. Máskor szerintem nem is nagyon láttuk Warwickot. De mindegy is, Gragas viszont ott van a CLG-nél, és ez még a flexi választás, tehát... Én úgy gondolom amúgy, hogy Darshan-nak is jó lehet ez a karakter. Ma már láttunk nagyon erős felsősvény Gragas-t. Viszont X-Mitty-hez hát ugyanúgy mehet, ahogy az előbb Moonhoz. Az biztos, hogy High Syndrázni fog. Csak az a kérdés, hogy Camille vajon hova megy, mert most erről lehull a lepel. Lebizony. Főleg úgy, hogy a középső ösvény már kilőve. Elviekben ki van lőve a támogató pozíció is, ugye Lulu miatt, ha minden igaz. Na tessék. Úgyhogy akkor ez egy felső ösvényes Camille és Evelyn érkezik. Köszönöm szépen, Moon. Evelynnel 5 mérkőzést játszott, ebből 2 nyert meg Moon. Viszont én úgy gondolom, hogy Evelynben rettentő sok lehetőség van. Ha High megnyeri az ösvényét, amit kétleg, de ha mégis meg tudja tenni. Pont azért, mert Vladimirán kell mennie, tehát hogy most Vladimir mikor jött vissza a metába, anno, amikor elkezdtek a Syndra középső ösvények menni, mert azt mondja, hogy igen, ulti, oké, vérmedence. Jó. És ennyi volt a Syndra Burst. Tehát az ellenválasztásként olyan szinten jó, hogy ha ezt a CLG-t tette volna meg, viszont High kérte el magának a Syndra választást. Így viszont, ha csupán azt nézzük, hogy ki lehet jobb az ösvényen, akkor elviekben Huhinak kéne nyernie, de sosem szabad az egyéni képességeket figyelmen kívül hagyni, ugyanis hogyha jól játssza meg adott hősét valaki, akkor végül is majd, hogy nem mindegy, hogy ki a jó ellenválasztás, akkor is ugyanúgy meg tudja ölni, vagy ki tudja kergetni az ösvényéről. Végül az utolsó választás pedig a Counterology Gamingtől Darshannak egy poppi volt, Camille ellen jó is lehet. Még gondolsz most, hogy látod a különleges kompozícióját a FlyQuest-nek? Van bennük lehetőség ezen az összecsapáson? Hát nekem pont ez a Syndra volt a problémám. Már nekem is amúgy ez a legnagyobb problémám most. Hogy nem. Most Syndra nem fogja tudni sem Vladimirt, sem Poppit, sem Thresh-t lekombózni. Sőt, még Gragas sem. Az mindegy, hogy le tudja elkombózni, a kombója nem biztos, hogy megöli őket. Valószínű, hogy nem öli meg őket, hát ez inkább így. Tehát konkrétan 5 emberből 4 emberre kilőheti a burstjét.
És arra lesz jó, hogy maximum fél élet előre csökkentse őket. Persze azért megcsillagozzuk ezt a mondatot, és hozzátesszük, hogy ha nincs hagyon feedelve háj, amire nagyon kevés lehetőség van. Igen, igen. Darsan pedig nem változtat a jól bevált gyöngyös kezdésen. Láttunk már ilyet Poppin, láttunk már ilyet Shannon, aki ugye bele tudta építeni a dolgokba. Poppy inkább csak el fogja adogatni, tehát ő csak az ösvényfázis, illetve a korai játékszakasznak szeretné ezt a bónusz életerő visszatöltését megkapni. X-Smithy, Bolz tudja csak lassítani, Moon pedig láthatatlanul szaladgál. Ugye a meglepetések embere, vagy a meglepetések asszonya, Evelyn, aki egyszer csak oda megy hátulról, és azt mondja, hogy bu, erre vagy szörnyet halsz, vagy igazából azért őt is még el lehet takarítani viszonylag gyorsan. Szóval nekem a szindra választás az, ami egy kicsit random vagy zavar, vagy nem tudom. Illetve a FlyQuest-nek nagyjából akkor van esélye, hogyha játék korai közép szakaszában meg tudnak indulni, és gyilkosságokkal az előnyt, illetve a tárgy és sebzés előnyt fel tudják építeni. Mert Ashben lehet bízni, viszont ha engedik a CLG-nek a feltankosodást, akkor... Háj, nagyon bele szeretne szólni a pengecsőrökbe. Egyet, ha jól látom, el is tudod hozni. Az már valami. Tehát erre nem lehet azt mondani, hogy teljesen sikertelen. Valamennyi sikere volt ezen próbálkozásának. Amúgy közben azt is látjuk, hogy tényleg kolosszust hozott el magának Afromo. Egy kis plusz tankosság sose rossz. Amit pedig még ki akartam emelni, hogy mi a törület ennek a mérkőzésnek, például Ash vagy Syndra is, az, hogy nincs egy darab kifárasztásra. Négy égetés viszont van. Mikor látunk utoljára négy égetés? Szerintem az egész szezonban nem volt ennyi. Nagyon nem ebben a szezonban. Na most a csere olyan forma-forma, de mindjárt kritikus a transzfúziója Huhinak, és azt mondja, hogy vissza az életet. Engem pedig le az életről, mármint hogyha Vladimirt kell néznem, mert imádom. Tehát tényleg nagyon-nagyon szeretem. Darsanás egyes szintű ezzel szemben, Boaz kettes, így neki nem csak a lassítás, hanem a falhorog is megvolt, és Darsan természetesen kalapács csapással kezdett, nem pedig jelenléttel, úgyhogy így még nem is tudta megakadályozni a beugrását Boznak. Lemon Nation pedig tanult az előző mérkőzésben, onnan jött a rajta ütés, azt használta el egyébként X-Smithy, most inkább le is robbantja. Az ösvény fázisban összességében mindegy, hogy Darsan nyeri, veszti, vagy egyáltalán részt vesz a cserékben a három gyöngyös kezdése miatt. Ha el is bukja a cserét és fél életerőre csökkenne ennek a tanknak az életcsomagja, akkor is vissza fog tölteni, csak egy kicsikét a torony alatt kell ölelgetni az imént említett építményt, amit szerintem Poppival meg lehet tenni, kiszedni onnan nem fognak. Kemi a beugrását meg lehet akadályozni, még ha Evelyn nem is ugrál. Közben pedig X-Smithy az, aki mélységi őrszemet talán szeretne elhelyezni, és éppenséggel fölfedi magát. Hi-ha. Ez Hájnak fájhat. A középső ösvényről neki menekülnie kéne. Villanását már elhasználja, ugyanúgy, ahogy X-Smithy is. Első gyilkosság pedig X-Smithy Gragasanál. Na most az a legdurvább, hogy egy pillanatra megmutatta magát X-Smithy. Igen. És nem érkezett semmiféle kék jelzés. Hogy vigyázz. Lehet, hogy szóban érkezett. Lehet. Ezzel mondjuk... Viszont most nem tudtam eldönteni, hogy... Nem, én szerintem nem érkezett, még akár szóban sem. Nagyon olyan volt hány mozgása, hogy itt így inkább Vladimir elől menekült, mint... Ez biztos, hogy észre kellett venniük. Egy baromi nagy fej... Jön be, de jön be, és húj elől villant. X-Smithy már csak jóformán a buliba csatlakozott be egy jó hordóval. Szerintem Hány csak szerette volna feltolni azt az ösvényt és utána elmenekülni. Arra nem számított talán, hogy Huhi bevillanva kezdeményez. Nem tudom. Az a baj, hogy tényleg nagyon látható volt a Gragas érkezés. Tehát messziről ordított. Ha ezt nem vette észre Hány, akkor irány a szemész.
És most meg már azon gondolkodom, hogy min vagy jobban kiégve, az érkezésem, vagy Vladimirem még mindig. Vagy Hájon. Hájon. A kábításom úgy az gyönyörű szép volt, a teljes kombója kimegy Afromúra, és az égetés is ott van. Háj! Miután meghalhoz is egy gyilkosságot az alsó ösvényen, ha már máshol nem megy, Sixének pedig a gyógyítása az, ami távozott, ő már ezzel nem tud védekezni itt. Teleporttal pedig érkezik vissza Darshan bele Evelyn szájába, aki érkezhet is a nyakába. Ez pedig hiába tankos az a Poppy, azért egy halált kéne, hogy jelentsen, van még villanás a Darshannak, előbb ezt viszont a fal horogra használja Boz, ami gyönyörű szép, nem volt már annyira hősi az a jelenlét. Na hát ez a játék most a Flying Questnek, ezt kell játszaniuk az első 20 percben, muszáj lesz, közben nagyon szép ugye érkezik. Háj, az alsó ösvényre, tudván azt, hogy itt ténylegesen nagyobb lehetőség van. Egyébként Afromúnak, ha talál a halálos ítélete Remonnationnek, akkor ez egy 1-1-es csere volt, lett volna. De hát a Minion, Minion, Moon nagyon szépen megállt. Oké, okay, hazamegy. Akkor várjuk meg, míg visszateleportál. Boaz is itt marad, és vörössel felerősítve, hogy a Darshan elnyomja már a jelenlétet. Talán picit korán, de ugye a bónusz gyorsaság pedig kellett volna ebből, tehát most döntsd el, hogy mikor használod el, hogyha nem tudsz gyorsabban menni, és folyamatosan éget a Moon a pirossal, vagy megvárod, míg ugrik Boaz, jobbformán mindkét döntés a végét jelentette volna. Darshan az előbbit választott, a hamarabb használt el az állatos jelenlétet. 2-1, viszont az arany különbség egyenlő, vagy nincsen arany különbség. Aha. Köszönhetően ez egyébként mind a középső, mind az alsó ösvény minimális farm előnyének. Illetve annak, hogy a CLG osztal az első gyilkos. Pontosan. Az alsó ösvény amúgy Moon 6-os szinten tud érkezni, bónusz pajzsát kihasználva, Afromút talán be is tudják fejezni, még azért a kolosszus lecsap, de túlélése sem volt elég Huhinak. Az élet ereje nem sok, de majd mindjárt az lesz. Na nem, amúgy ez még mindig nem sok. Na most Hájnak van még ultia. Ez mindenképpen egy jó jel számára, ugyanúgy Huhitól kiment már a vérpest is. És égetése van. Mármint a Vladimirnak, nagyon jó volt az őrszem játék közben. Exmitinek kellett középen kitakarítani egy őrszemet. Az első torony dől a FlyQuest-nél. Valamilyen szinten, abszolút, és valamilyen szinten ugye azért ez Afromú 2 halála miatt is történhetett. Nem volt ki Stixei mellett. Állja a sarat, és védje a tornyot. Amúgy ösvénytakarítás ennek a párosnak amúgy sincs. Igen. Tehát Ezreal és Thresh egyébként sem védi meg könnyen a tornyot, viszont Ashe-nek talán jobb esélye van föltolni az ösvényt. És amúgy persze Afromú két halála fontos volt, de ez két rajtaütésből jött. Tehát ez már nem is tudom, talán 6 perc alatt kettő rajtaütés volt az alsó ösvényre. Egy a középső ösvényestől, pedig az éppen 6-os szintet befejlődő dzsungelestől, mind a kettő eléggé fájt a CLG-nek. És Afro. Ebből Altec nyeri megint a legtöbbet, ugyanúgy, ahogy az előző mérkőzésen is. Huhi a bokorban vár, és innen kezdeményezhet is, azért Vladimirral beszélünk. Afromúnak kevés az életereje, de talán mind a nyúzás, mind a húzás. A bónusz pajzsot kihasználva pedig még túléli ezt az egészet. Huhinak is vissza kéne lépnie, nincs még villanásra, ha a kábítást talál, ő nem menekül. Viszont ő inkább a vérmedencét használja el. Aztán így talán be is kéne, hogy fejezze őt. Háj viszont nem fogja. Moon sem, ahogy nézem, mert már nincsen villanása. Mi fog most történni? Huhi túléli ezt az egészet? Uh-huh. Jó, mondjuk ez nem azért, mert Vladimir. Szóval itt most a tökéletes időben való villanás volt az, ami megmentette élet erejét. Az a vicc, hogy Hájnak volt villanása és végső képesség is, mégsem hozta el a gyilkosságot. Miért? Vagy nem volt pont villanása, csak végső képesség? Akkor miért nem használta azt? Ez most nem volt tiszta megint Hájtól. Hogy mi miért történik. Na viszont a kábítás szép, akkor majd most Fly, Lemon Nation hozza el a gyilkosságot. Édes jó Istenem. A zabolátlan erő, ez viszont itt most biztos, hogy miszkommunikáció volt olyan szinten, hogy nem szólt Fly, hogy Lemon Nation, hagyd, még egy kis port se szórjál oda a Huhi fejére, mármint csillámportra gondolok. Mert van nekem zabolátlan erőm, mehetne itt a buli. Jó a kábítás, majd utána elindul, és a csillámport
full felesleges volt Lemonation. Szerintem az még csak Pixi kiküldése volt amúgy. Pixi? Nem is csillám a volt. A szemét Pixi. Ami elhozta. Megharapta. A tündérek amúgy mocsak lények, én arra jöttem rá. Egyébként. Azért ez a lopás, ez... Egyébként viccen kívül azok, tehát hogyha a kelta mitológiát nézzük, akkor a tündérek azok nem ilyen kis cuki valaki csodák. Embereket nyúznak, meg ilyenek, meg előjönnek. Szóval vannak itt elég érdekes sztorik a Pixikről. Gyász. Az. De nem ki. Hogy ilyen bucisan mondjam. Igen. Gyá. Hogyha ha nem akarsz egyébként sokáig beszélni, vagy nem akarod az S betűt kimondani, akkor elég egyébként a gyát is csak mondani. Hát egyelőre most a CLG-nek elég gyász az a korai játéka, vagy neki kell abszolút hátrányban, méghozzá arany hátrányban is lenniük. Gyönyörű szép a falhoz vágás amúgy Bolzra, akinek így fél életre el is tűnik, de mindegy, romlás itala van nála, úgyhogy ez számára nem számít. Közben szépet villandársan. Egy kicsikét talán lassú volt ez az érkezés, hát mármint nem az érkezés, hanem a rálátás hiányában ugye nem jött ki tőle a kábítás, ezért volt lehetősége Darshan-nak kivillannia ezt. Az első torony után egyébként sok mindenre még nem mozdult ki a FlyQuest csapata, de talán most érkezik el ennek lassan az ideje. Proto övet fog befejezni majd Huhi, amint hazatér Vladimirral, illetve ugye ő is kezdett még hozzá egy fekete pecséttel, neki ez volt az első tárgya, amivel kiérkezett az ösvényre. De nem megy még haza, szeretné, hogyha H is úgy döntene, hogy menjünk haza, vegyünk egy Moralomikont. Moon érkezik Bolzzal, illetve Altekkal karöltve a felső ösvényre, amit Darshan nem tud megvédeni. Vagy, hát itt viszont egy robbanékony horgó az jó is lehet akár, csak nincs torony, amit még védeni kell. Ez szomorú, viszont a nyilvessző jó, és a robbanékony hordó most érkezik ki Bolzfalhoz is lehet vágni. Szép a sebzés, de nem elég szép, mert hogy a Hextech ultimátum újabb áldozatot követel. Ez pontosan olyan volt, hogy Bolz a fejbe, tehát hogy bum. Annyira kapta szegénykém a kábításokat, tehát hogy így gyönyörű volt, mind Exvity-től a kidobás, és utána kicsi a ragás, utána Darshantól a falhoz csapás, a hősi roham. De még ez sem volt elég, hogy Bolz be tudják fejezni szegénykét. De a gyilkosságot végül a FlyQuest hozta el, méghozzá Poppin. A második tornyot is megszerzi a kék oldalon játszó Cloud9 öreg fiúk csapata. Bolz pedig ugye egy Tiamatot vásárolt, és gyorsan most már a háromság hatalma felé vette az irányt, míg Darshan nem tudja befejezni a naptűz köpenyt. Köszönhető annak, hogy nem feltétlen tud olyan túl sokat farmolni, illetve őt is hazaküldték már kétszer. Nagyon szeretem amúgy Evelynben azt a lehetőséget, hogy az őrszemezés, az mindegy, hogy mennyire jó az ellenfél csapatánál, te neked akkor is van lehetőséget flankelni. És ezt egy protoövvel sokkal könnyebben meg tudja majd ő is valósítani. Amint ez a tárgy elkészül, a csapatharc lehetősége a FlyQuest-nél az egekbe szökelhet. Amúgy 14 perc alatt 80-at farmolni dzsungelben megint csak nem rossz, tehát Moon-nak a takarítási képessége is egész jó jelenleg. Kábítás az pedig Stixére éppenséggel nem talált. Neki az Ezreal játéka az mindig is meggyőző volt, de attól függetlenül neki is szüksége van időre, hogy kinőhesse magát. Közben Háj az, aki abszolút mértékben támogatja úgy a csapatát, hogy ő fejlesztett lencsét, ezzel ő fog majd takarítani még hozzá. A nyilvessző gyönyörű szép, és ezt egy végső képességgel High instant le is tudja követni. Ezt akartam amúgy mondani, hogy lehet, hogy négy emberre nem jó a végső képessége, de arra az egyre a kárvillanás után egyből is. Exvitynek fogy az életereje, Hextech ultimátum, még egy áldozat, de gyönyörű szép a sebzés, és az érkezés Huhitól egyedül megmenti az egész csapat harcot. A CLG számára falhoroggal Bolz még menekülhet, 2-1-et cserél a FlyQuest, de Huhi majdnem pentázott egymagába. Igen, azt akarom mondani, hogy Huhi, amint még egy kis sebzést vásárol magának egy kicsit, na, haza fog menni. Nem, haza nem fog menni. Hűha.
maradjunk annyi, hogy hűha. Stixé pedig egyébként nagyon szépen célzott, és talált is. Tehát húja még egy kisebbzést vesz, akkor igazából ez sokkal parább lehet. Stixére tökéletes a kezdeményezés. Hyde-nek kell kivillannia a torony alól. Viszont ez a torony miután megvan, Jack Smith is villan. Ugye abból az ultimátumból kiárat nincsen, szép a sebzés, viszont a négy emberes vérpest is. Egyrészt sokat is gyógyít Huhin, másrészt még köszönhetően egyébként Darshan érkezésének Hyde el tudták pusztítani, viszont egyelőre ez még a CLG-nek kevés. De az idő valahol azért nekik kedvez. Stixének kell idő bőven, Vladimirnek azért jó, hogyha adnunk egy kis időt. Darshan és Exmity pedig csak tankosabb és tankosabb lesz, ahogy peregnek a percek. Ugyanez elmondható egyébként Afromúról is. Az a nagy kérdésem hozzá, Darcik, hogy lesz-e elég sebzés majd a FlyQuest-ben, hogy egy olyan 40. perc környékén lévő három tankos, sőt, majd hogy nem négy tankos kompozíciót lesebezzenek. Szerintem maximum akkor, ha elkapással szeretnének operálni. Tehát egy csapatharcban nem gondolom. Viszont az elkapás lehetőség az remek Evelynnel és egy S nyilvesszővel például. Egy-egy szituációban amúgy Camille is nagyon-nagyon erős tud lenni. Tehát én nem félteném azért a FlyQuest-et, és ha megvan ez az előnyük, és meg is marad ez az előnyük, jelenleg 17 percnél az 5000 arany, gyönyörű szép a visszadobás és a kábítás, de annak menekülnie kell. Na most ugye, meg is teszi. Na most ugye az egyemberes elkapásoknál pedig nagyon fontos lesz például ugye Afrumu, hogy milyen távol van társaitól, ugyanis azért, hogyha ő egy jó... Hoho, X-Mity, ez biztos, hogy egy... X-Mity itt nem fog semmit csinálni. Kettő kábítás után minimális életerővel még el tud futni, de itt összeteheti a két kezét, sőt még annál többet is. Jó a húzás közben amúgy hájra, meg is hal, végső képessége bennmarad. Moon pedig szintén ott hagyja a fogát. Huhinak a Vladimirja el fogja hozni a mérkőzést, én mondom. Közben amúgy egy sárkányt a CLG el tud hozni. Kettő gyilkosság mellé és 18 percnél fordultak a ba... Ja. Hát most ugye a bónusz 8% sebzés nem feltétlen tisztelte a FlyQuest. Illetve X-Mity azt kell, hogy mondjam, hogy az a berobbanás az egy bait volt. Gyertek rám. Úgyis ki fogok menni és úgyis túlélem. Hát azért rezgett a léc pedig is kéim, tehát meg tudta játszani ezt X-Mity, sőt nem elég, hogy a sárkányt még egy tornyot is el tudnak hozni, ugye itt X-Mity robbantotta, be is ugrik, mindenki pedig megy rá, Lemonation rögtön. Na most ugye kibételt két ulti, vagy egy ultit, illetve egy kábítást, ami nagyon jó volt, ugyanis hazaküldi Darshanból azt. Huhi ráugrik Hyde-ra, akinek így esélytelen, hogy sebezzen. Moonon pörög egyébként folyamatosan Huhinak a vérpest is, ebből még ő gyógyul is vissza. Az a legnagyobb baj, hogy Hyde külön akar érkezni egy teljesen elszeparált pozícióból, amely most megint visszanyalt, mert hogy őt kapták el teljesen egyedül, a csapat többi tagja, a csapatharc másik felén pedig, hát ő nélkül egy kicsikét kétségbeesve szerintem szintén szörnyet halt. Moon volt a következő áldozat, aki egyedül a sárkánnyal harcolt. És egyébként a fennmaradó három karakter pedig... Húhi azt mondja, hogy kábítás, nope! Vérmedence. Szerintem a CLG amúgy így két tornyos hátrányba, 3000 arany lemaradással bőven benne van a mérkőzésben. Bőven. Nem, azt akartam amúgy mondani, hogy visszatért a mérkőzésbe, de nem is voltak ebből kint. Igen. És amint egyébként a tornyokat le tudják dönteni, közel ilyen 1000-1500 arany lesz körülbelül a lemaradásuk. Természetesen egyébként még a farmokon is van mit javítani, mármint a hátrányt ledolgozni. De hát most mit is várunk? Bonz az, aki tökéletesen jól tudja a saját ösvényét, vagy a többi ösvényt megtolni. Darshannak pedig még igaz, a naptűzköpenyt már elkészítette, de nehezire esik egyelőre a farmolás. És ugyan elkészült a Morellonomicon
De hogyha Hány meghal, mielőtt Huhi bármit is gyógyítgatna magám, akkor majd, hogy nem lényegtelen, hogy van Ermorel, amikor ott vagy nincs. Ez az igazi kéklopás amúgy. Ellopt. Majd haza is vihette volna. Na nézzük, mi is fog történni. Taxmit és Huhi szeretnék megvédeni végül a kéket, és így viszont a kék lopás nem fog sikerülni. Huhi kapja meg a kéket, ezzel sokkal gyorsabban tudja visszatölteni a nem létező manáját. De természetesen neki nem ezért kell. És egy mélységi jogárt vásárol magának Huhi. Viszont azt se felejtsük el, hogy 6 jelzője van már a fekete pecsíten. Ez kifizetődő lehet egy jó kis Vladimirnek, csak legalább a kis minimális bónusz van elsebzés miatt. Hát meg, hogy a mélységi jogar ugye a területi varázs ellenállás csökkentése egy beugró Vladimirnél iszonyatosan hatásos. Az előbb ezzel szerintem 4 gyilkossággal is gazdagodott volna, miközben amúgy Monnál nem a területi sebzés, illetve ugye az érkezés lehetősége, hanem az egyemberes sebzés az, ami fontosabb szerepet kap majd. És ez most nem lehet rossz, hiszen Afromút így el is tudják tüntetni. Megint egy jó nyilvesszős kezdeményezés Altektől. FlyQuest tehát talán egy toronyra fordulhat, viszont nagyon jó pozícióból érkezhet Huhi teljesen egyedül. Miközben az alsó ösvényen pedig... Bolszt lehet egy kicsikét összezavarni, de társán így sem. Biztos, hogy túléli ezt az egészet. Megint gyögyörű szép a robbanékony hordó. Xmit így is majdnem odhagyja a fogát, de Altek lehet bajban, megkapja a vérpest is. Huhi pedig meghal! Bolszt, gyönyörű szép a sebzésed, és eszel még! Stixé is tisztában van, benne maradt a villanás, de kit érdekel, Altek pedig közben egy gyilkosságra! Éppen, hogy elégnek bizonyul. Falhoz vág ez szép Lemon Nation-re, Darsen így vonult és vissza a tornya alá. 3 gyilkosságtól esik el a CLG. Bowz MVP, ennyi már, mint hogy ez most nagyon-nagyon ez szép játék volt tőle, ugyanis Huhi valószínűleg. Egyrészt ugye itt most még nem talált a vérdagája, viszont utána Hyde egy be tudták fejezni. Neki még kijön az ultia, és ez nagyon fontos, ugyanis Xmity nagyon kevés életerő marad meg. Viszont hogyha egy Bowz nem érkezik Huhira, akkor egyrészt visszagyógyult volna a több emberes ultiból, nyomott volna még egy kritikust, és onnantól kezdve valószínűleg be tudja fejezni. A FlyQuest-eseket Bolz megmentette a hazát, legalábbis egy elvesztettnek tűnt csapatharcot fordított meg konkrétan ezzel a Camille-lel, illetve ezzel az érkezéssel. Vérszomjas hidrára lép ki egyébként ő, amit már pont ebben a pillanatban, ahogy ki emelte, meg is vásárolt. Jó. Jó lesz. Az biztos. Ez az agresszív Camille. Szerintem azért is lehet most jó választás, mert van egy Lulujuk. Mármint a beérkező Vladimirre nem úgy van válaszok, hogy lesebzik. Azt úgyis visszatölti. Nem ellenállással, mert azon úgyis átütt Vladimir előbb vagy utóbb. Hanem átalakítják mókussá, a mókus pedig tudjuk jól, hogy annyira nem szereti a vérszomjas hidrát, mert átszúrja a torkát. Úgyhogy ezt a tárgyat Bolz meg is vásárolja, és így a mókus Vladimirt könnyedén el lehet tüntetni, ráadásul a területi sebzése sem rossz. És Altek is készül már rá, tehát azért ő is már hóhért vásárol. Egy kábítás jó a promóra, viszont a falhorog az nem a legjobb. Megint a mókus kell eltüntetni, még életben van egyelőre Huhi, de ő is ott fog maradni. Nem elég a vérpest is, azt hiszem még ki sem ment. Ki lehet szedni ezt a Vladimirt? Örülünk! Örülünk Vincent, abszolút. És szegényként Huhi még megpróbálta, hogy a protojövvel is hát, ha át tudok menni egy Hextech ultin, de azzal sem lehet kimenni, sehova nincs menekvés egy Hextech ultimátum ultiból. Ez egy ultis ultimátum. Amit Bolz játszik. Teleportan megjön Darsen, de van rálátásuk a baronna sor környékén, tehát tudta, hogy az a sarok veszélyes sarok. Nem is érkezett be pontosan ennek köszönhetően. Végső képesség amúgy Darsennak van, Huhi viszont föl fog éledni, tehát baronna sort nem fog megpróbálni a FlyQuest. Egyrészt korán vagyunk a mérkőzésben, másrészt mindenki él, de megint egy nyilvessző, az mellé megy. Cserébe zónázásra jó, Afromút lehetett el tüntetni ennek köszönhetően, a doboz pedig saját halálának otthon. Ház doboz. Ez most egy olyan doboz volt, ami ház volt, de nem az, amiben lakik Afromú, hanem ahol a halottak
fekszenek. Pokoli Puhi sárkány. Pedig rossz pozícióban. Bár a sebzése az jó, és a vérmedencét korán használja el. Így ez elég lehet Moon meggyilkolására. És nem hal meg Huhi. Sőt, még gyógyul is Huhi. Bolz pedig cserébe ott hagyja a fogát Stixének köszönhetően. 2-0 cserélt a CLG. Majdnem szóló akcióban még egyet elhoz a Stixét, de nem akarják feladni. Társadnak. Ha ez villanásos falhoz vágás lenne, az szép lenne, de helyette a robbanékony hordó is elég lehet. Alteknek kéne meghalni a szépen Kájtól egyelőre, és nem rossz az élettöltéses, sőt, még egy gyilkosságra is elég. A háttérben pedig Huhi hal meg, Hájnak köszönhetően 3-2-esre összességében a CLG javára. Nagyon szép közben. Ugye arról majd nagyon remélem, hogy kapunk egy visszajátszást, hogy hány mit is csinált. Látszik, hogy égetett, illetve kiment neki az ultia. Huhi ugyan visszaégetett, de nem nagyon tudott már mit csinálni, ugyanis neki vérpestise nem volt. Afromú védeni ezt a tornyot hős lövészként. Huhinak fél élete van, és ugyan nem talál a kábítás, viszont nincsen már elérhető vérmedence. Huhi visszafordul még, hát ha Afromú meg tudja menteni őt. Talán ez egy picit túlvállalás volt Huhitól, de... Azért fordult vissza egyébként, hogy ne találja el az eldobott sötétséggömb. És az egyébként, ha jól láttam, nem is találta el, viszont volt végső képessége, hogy a Hájnak meg az égetés miatt a megfelezett gyógyítás összességében jó volt. A Morello is megfelezte, tehát... Semmit, ez nulla az már. A gyógyítási lehetőségeket végérvényesen megmondta Vladimirtől, úgy 3 mérkőzésre előre, meg generációra. De mindegy. Ez szép volt. Ez nagyon szép volt. Vagy ez véletlen volt? Mármint, hogy ugye a Vampire-be generációk vannak a szintekre. Akkor véletlen. De nagyon gyönyörű volt. Darcig? Nagyon szép. Annyi veszem megint Afromú agyába, hát ezt nem hiszem. Ez hanyadik? Harmadik? Talán. Hány halála van? 5. Akkor 5. De abból volt 2 rajtaütés az jó, alsó persze, sönyre. Jó, persze, ez egyébként jogos. Tehát ugye ez a harmadik, akkor... Negyedik, mert egyben nem halt bele. Óhó, tényleg. Ugye? Meg egyen ment mellette, de ugyanúgy belehatna, mindegy. Lényeg az annyi, hogy Afromo most az ingyen frag kategória a FlyQuest csapatának számára javára. De nem úgy tűnik, mintha előre tudna nyomulni a FlyQuest-et. 3 elhozott tornyok van, már 15 perce. Igen. Nem tudják a negyediket bedönteni egyszerűen. És az IHG pedig a sárkányokat folyamatosan hozza el előlük. Mindig ők kezdik meg, hogy na akkor... Hozzunk már végre egy kis sárkányt. Na itt a lehetőséged. Darzsan még szépen védekezik. Jajajajajaj. A végső képessége viszont nem a legjobb. A mókus túlságosan sokáig maradt, és ebből Bolz szeretne visszakezdeményezni? Vagy csak piszkálódik még egy kicsikét? Moon keresi az érkezési lehetőséget, amúgy Hextech lőfegyverét már megvásárolta, tehát egy ember ellen nagyon nagyot tud majd tépni, és lassan úgy gondolom, hogy elkészülhet rajta is Leandri gyötrelme, amit Huhi már befejezett. A nyilvessző az most nem talált célba, viszont a villanás gyönyörű szép! Ex-Mitty-től egy gyilkosságra már instant elég is. Kemélnek kéne meg érkeznie lassan, viszont úgy tűnik, hogy harcolni már nem szeretne a FlyQuest. Egy és ember elég is túléli az egészet. Nagy nehezen. Igen. Azért azt is tegyük hozzá. Éppenséggel csak, hogy túlélte Gragasunk, miközben Bolzon kék erősítés is található. Hát ezt a tornyot 125 életerővel csupán, de megvédte a CLG. Huhi pedig jön egy kicsit lakomázni. Igazi véres lakoma ez. Kimegy a kábítás és a nyilvessző is. Innentől kezdve nagyon-nagyon kevés olyan lehetősége maradt a FlyQuest-nek, amivel még viszont kezdeményezni tudtak volna bárkire is. Az pedig a fejében volt konkrétan a baronnasornak. Láttad a halálos ítéletnek a láncát? Hogy húzta ott a Afromú? De a felbőszítése a baronnasornak jó volt, így Lemon Nation-re fordult rá. Akkor még sebezte is, most csak szúrósan végignézte, hogy mész ki innen az énből. Kis helyemről. Ez az én otum. Bolz és Darsan is, az szép. Ez a kezdeményezés gyors meggondolása, átgondolása. Rámegyek, de mégse. És amúgy... A térúrás milyen jó. Most arra már Moon több életerőt bukott ebből az egészből, mint Huhi. Most arra, hangsúlyozom, tehát azért a visszatöltési lehetőségei
Tudod, mi a szimpi egyébként nekem Huhi Vladimirjában, hogy csak sebzés, srácok, menjen a sebzés. Ez előre. Mostanában amúgy az összes Vladimir igaz. És ez tök jó, igaz. Igen. Bár azért egy-kettőnél már láttam olyat, hogy próbálkozott, hogy akkor jó, egy kis biztonság zonja, meg nem tudod azért. Ja, hogy a zonyát is odasorolod? Jó, értem. Közben amúgy szép a kábítás X-Mitire, de a Hextech ultimátummal talán Bolz tudja egy kicsiket bebeítelni. Huhi pedig négy embert zónáz, aztán persze meghal. És Bolz is hozott egy gyilkosságot? Az őrangyal persze leesik róla, és ő is meghal, de ez gyönyörű szép csere volt. Darshan pedig teleport nélkül tud jó pozícióból érkezni. És egy kis nyúk még ott van a megváltásból. Darshan még él, és most esik le az őrangyala. Így kettő csere a háromra. A CLG csapata is mennek tovább. Itztixén nem szeretne megállni, nem is úgy gondolom, hogy megfog. Egy térugrás, meg egy misztikus lövedék. Az akár egy gyilkosság is lehet, bár még egyelőre nem az, de lassan igen! Az megcsiklandosta Lemon Nation szakállát, csak egy kicsikét kéne tovább menni, és még egy kicsit találni, így van Stixi! Elhoz a negyedik gyilkosságát a CLG-nek, ebből az elnyújtott csapat harcból kettő űrangyal esett le a srácokról. Sárkán, de úgy jó. Néz ki, hogy a CLG a harmadik pokol jelzőjét tudhatja magáinak. Innentől kezdve egy baj van a FlyQuest-nél, bármennyire is ők vezetnek, és talán pozicionálisabban sokkal jobb helyzetben lehetnének egy-egy sárkányra, vagy akár még balonnasorra is, viszont majd a visszajátszás után befejezem a gondolatmenetet. X-Mitire tökéletesen jó a kezdeményezés, Bolz be is ugrik, Huhi itt pedig ugye négy embert is ki tud zónázni, és köszönhetően a megváltásnak nagyjából túlélik ezt az egészet. Altekre fog ráugrani Darshan, az a legszebb, csak nem találja a falhoz. Uh-huh. És ez ezért meg is pecsíteli az egész helyzetet. Nagyon jó volt a végső képessége is Darshannek, így két ember másodpercekig nem nagyon tudott mit csinálni. Ugye annak köszönhetően, hogy a levegőbe repültek, majd utána befejezte Alteket. Tehát visszatérve arra a gondolatmenetre, hogy mi a helyzet a FlyQuest-tel, kötelező lesz nekik az érkező sárkányt elhozni, ami már ősi sárkány lesz. Nem engedhetik, hogy a CLG ezt bárhogy is elhozza. Tehát valamilyen szinten rá vannak kényszerítve, hogyha addig eltart a meccs, és élni fog a sárkány, hogy ezt elhozzák. Ez viszont a CLG-nek lehet egy olyan előny, hogy akkor vagy baronna sorozunk, vagy a sárkánynál megpróbáljuk megállítani a FlyQuest-et, és a sárkánynál eddig a CLG mindig megállította a FlyQuest-et. Afromunak elege van a nyilvesszőkből. Vett egy pajzsat ellenük. A sejjemő formájában képében érkezett ez meg hozzá. Stixénél ugyanezt láthatjuk. Pedig őt amúgy szerintem eddig nem is találta el egy sem. Tehát az egyem érkezett rá. Biztos, hogy biztos, meg egyébként azért Bolz, High, bárki, aki őt... Persze amúgy jogos, tehát más CC ellen is jó lehet, illetve hát... Ajajajaj, Stixére akar, Moonra akar menni. Szép a kábítás X-Mitire, a kettős kábítás, hogyha minden igaz. Bolz viszont még egyelőre nem használja el saját végső képességét. A nyilvessző most jó Stixére, ő erre nem reagál még egyelőre a sejemőben. Huit kéne befejezni. A vérmedence alatt erre nincs lehetőség. Bolz fogja ott hagyni a fogát, meghal végre! Az a Camille! Igen, a CLG első gyilkosságát elhozza. Kell az a három pokoli sárkány, mert nulla sebzés osztanak arra a Camille-re tényleg. Viszont így, hogy Huhi túléli az egészet, így nyert egy csapat harcot a CLG, Stixének elakad a misztikus lövedéke, viszont a robbanékony hordó gyönyörű, Lemon Nation biztos halott, ugyanúgy, ahogy H is 3-0-át cserél a CLG, és nem úgy néz ki, hogy ekkora előnyből is akár a FlyQuest el tudná hozni ezt a mérkőzést, mert ez bizony baronna sor a CLG-nek. És könnyedén visszahozhatják a torony lemaradásukat a CLG-s srácok. Még az Iron Solari, illetve a Lulu pajzsok sem elég ahhoz, hogy megmentsék, vagy megvédjék az embereket. Huhira ugrik rá Bolz. Szép is a sebzés, de majd nézzük meg, ahogy Darshan hazaküldi. Itt, ha jól emlékszem, Hight. És rögtön ráugrik Bolzra, ami nagyon szép játék tőle. Tehát eddig Darshan, Poppia pont meg tudta azt tenni, amit akart. Hight. Itt pedig én úgy gondolom, hogy picit túl gondolják. Látják, hogy a középső ösvényen fogják leüldözni majd Altekéket, viszont X-Mitty villanás, kicsi alakás és robbanékony hordó kombóval egyszerűen két ember halálát is
el tudja érni, főleg úgy, hogy a középső ösvényről még fel tudott fordulni a CLG maradék két játékosa, tehát sehova nem tudott volna menekülni, senki, boz vagy bajban. Az biztos. Viszont innen nem is tudom, hogy tudna megmenekülni, ez biztos, hogy közelben Moon van, de... Hát jó. Szóval amúgy visszatérve, Hájnak hanyadik alkalom volt ez, hogy a végső képessége Exmity agyába ment bele? A tank Gragas agyába, akinek hát most rengeteg varázs ellenállása. Kibe megy bele? Kibe lövöd bele? Hát villanyvarázs Stixére. Még azzal is jobban jár esküszöm. Közben amúgy Lemonnation-t is el tudja kapni az a Gragas gyönyörű szét. A befillanó Afromú. A halál hercege. Elhoz még egy skalpot. A halál fekete hercege. Ezt mondjuk így nem mondanám Afromúra. Nak. Igen, igen, talán inkább így. A szemében nem mondanám valószínűleg így. De ez semmi bántás, tehát hogy ez inkább egy cím, amit most adtam neki. A Black Prince-re gondoltam. Tehát, igen, az hangzatos név. Szerintem még meg lehetne vele beszélni egyébként. Hájtól szerintem búcsúzhatunk. Erről beszéltem ugye, hogy amikor már Huhinál lesz olyan sebzés, hogy így egy Pest is nek a végső hát lefolyása, az így be tud fejezni embereket. Közben amúgy az utolsó tornyokra mozdul ki a CLG, ezt Boz még meg tudja védeni egy gyilkosság formájában, pont Stixét sikerült kikapni. Nincs tehát igazán sebzés hordozó a CLG-nél, szép alsas-pasas el is hoz egy gyilkosságot, 2-1 eddig a csere. De ha jól látom, azért védekezni is nehéz lesz most a FlyQuest-nek. Nagyon jól kéne pozícionálni annak a Camille-nek, és nem tudják eltüntetni a minionöket, sőt, a közelébe menni sem tud. Egy FlyQuest játékos sem, Exmity-nek fogy az élete, de kit érdekel? Moon az, aki végül meg fog halni. 3-1 összességében a csere. Nagyon hosszú ez a csapatharc. Utolsó Nexus védő torony. Szép több emberes kábítás az éledő hájtól, Camille még egy kalp, és a kábítás is jó, Dásan viszont fel fog éledni, és erősítik még mindig a minénöket. Nem hiszem el, hogy nem képes meghalni a vámpír! Köpköd! És még mindig él! Ugyanúgy, hogy Dásan is, Baronna sorra pedig még erősíti a minénöket, de itt ezt még talán nem tudja befejezni. Hextech ultimátum az agyába, az kell neki! És egy majdnem ász a FlyQuest-től. Boz be tudja fejezni a minionokat Lemonnation-nel? Altek mondjuk most mondjuk megérkezett. Mondjuk ez a Super Minion még mindig sokat sebez a bázisra. Ajjajjajjaj, de nem! Nagyon sokat, Jézusom! Azt a büdös! Az, hogy Darshan tudta még erősíteni a minionokat nagyon sokáig, illetve elérhető volt az őrangyőle, ő még felkelt, és időt adott a minionoknak, időt adott, itt ez volt a kulcs, hogy idő alatt a Super Minionok üssék azt a fránya Nexust. Jézusom, FlyQuest, most van konkrétan 4 napotok. Nincsen ma este buli, az biztos. Tehát ma este nincs ivászat. Konkrétan van 4 nap arra a FlyQuestnek, 4 napja arra a FlyQuestnek, hogy valahogy az utolsó játékhetet az alapszakaszban nagyon-nagyon erősen meghúzzák. 2 győzelem kell nekik ahhoz, hogy bármiféle lehetőségük legyen még a playoffba bejutni. Nagyon nehéz lesz. Azért a Liquidbe is, talán a Liquid elleni mérkőzés, illetve a Fox elleni mérkőzés jelenthet nekik 2-0-át. De hát ez egy szomorú vég most. Ezen a mérkőzésen cserébe, hogy most egy kicsi pozitívot is mondjak, mármint a FlyQuest-es srácoknak innen üzenem, hogy az Immortáz is kikapott a Phoenix One-tól. Tehát ő, az Immortázzal volt ugye pont egyenlőség. Tehát ez az öröm ténylegesen abban az ürömben, amiben most ülnek, fekszenek, leledzenek a FlyQuest-esek, hogy az Immortáz nem húzott el tőlük most. Na jó, ez az egy szerencse. Ha ekkor előnyből sem tudnak nyerni, akkor mit számít az, hogy a másik kertjében is megdöglött a tehén? Érted, hogy értem? Értem én. Ezek a tehenek. Meg hogy a fűje se annyira zöld. Na mindegy, szóval. Értem én, hogy egy kicsivel boldogabb lehet a FlyQuest, de egy ilyen vereség után, amikor, nem tudom, 8000 arannyal vezettek? Nagyon sok. Nagyon abszolút. Iszonyatos előnyük volt.
és semmit nem tudtak vele csinálni. Semmit. Mondjuk ez valamilyen szinten véleményem szerint a CLG kompozíciónak is köszönhető volt. Tehát a CLG kompozícióból egy embereket tudtak kiszedni, mert egyre volt jó a kezdeményezés. Tehát, hogy afromú, puff, megölik, ennyi, kösz. Jó, de tovább már nem tudunk menni. Nincs már kábítás, nincs már nyilvessző, nincs már átalakítás, nincs, semmi már nincsen. Most egy embert, meg egy-egy tornyot azért még belefért a CLG-nek is elveszíteni. És igen, amit te is mondtál, ott az a szindra, kit fog majd kifókuszolni. És nagyon rossz. Nem értettem azt, és nem értettem, de miért kell elhozni azt a szindrát? Annyi, tehát pont Hály az, aki borzalmas nagy hősbázissal rendelkezik. Bár Kassadin, már állítom már az is. De most nem volt. Is az a lényeg, hogy a választás jó vagy rossz. Rossz volt, persze. De mellette még nem is jól játszotta meg a mérkőzést. Mondom még egyszer, akkor lett volna a leghasznosabb Hály, ha rávillan az agyára Stixé Ezreal-ének, és rányomja a végső képességet. Lehet igen. Az is, hogy nem öli meg. De legalább lecseréli. Vagy hátrálásra kényszeríti. Valamit csinál vele. Így semmit nem csinált. X-Mitty-re elnyomta a végső képességét, X-Mitty túlélte ennyi életerővel, aztán futott tovább. Uh-huh. És még bőven tudott egyébként hátulról is beleszólni egy-egy küzdelemben. Mondjuk. Persze, megivott egy sört, az jobban volt. Mármint Gragas. Akár. De egyébként ez másoknál is így van néha. Igen. De, na jó. Picit revidiálom azt, amit mondtam. Fákvesz, menjenek haza, írnak meg egy sört. Legyenek jobban, és holnap reggel fel kell kelni 6-kor, el kell menni futni, edzeni, reggelizni, és onnantól kezdve péntekig csak gyakorolni. És pénteken úgy visszajönni, sőt szerintem ők csak szombaton fognak játszani, de nem akarok itt butaságokat mondani, ez most az e-heti játékhét. Nem, ők már pénteken, de jó pénteken, mindegy este már játszhatnak, tehát konkrétan van most 4 napjuk arra, hogy felkészüljenek az Echo Foxból, amiből szerintem viszonylagosan könnyebben tudnak felkészülni, de nem merek semmit kijelenteni egy ilyen mérkőzés után, hogy easy lesz, vagy nem lesz easy, vagy... És az Echo Foxnak amúgy voltak momentumai a TSM-mel szemben. Aki szerintem egy kicsikét más kategória, mint a CLG. Voltak momentumai, ne nézz így. Tehát azért mertek kezdeményezni, és mertek a TSM-nek oda-oda mutogatni. Én legalábbis láttam lehetőséget, amikor egyszer-kétszer kikapták Oriannát. Oriannát. És egyébként, na most ami megint csak szegény FlyQuest-nek még egy szög abba a koporsóba, amit most már kezdünk belepakolni minden játékos, hogy pont az Echo Fox ellen kaptak ki először. Nézzük közben, mi történik a másik oldalon, mármint a 2 streamen egy kis bejátszást láthatunk. Az Envy első meccsét elhozta a Cloud9 ellen. Jensen zedezik, ahogy nézem a második meccsen. Ninja-t tudták megölni, hát nem volt most annyira ninja, pedig ott van egyébként a JZX kombó, ami torony döntésbe verhetetlen, ahhoz képest nincs egy... Most szét van verve. Igen, tehát ez verhetetlen torony döntésbe, de nincsen még egy tornyuk sem. Ugye ez a meccs megy, de mi nem ezt a streamet választottuk. Az a, hogy ilyenkor egyrészt nem lehet meg rossz is becsatlakozni a 26., 7., 8., 100. percbe, de legalább ezt is tudjuk, hogy mi történt. Ott ugye ott az első meccset a Phoenix One nyerte meg, tehát most a CLG, illetve a CLG élesen, igen, CLG meg a Phoenix is kapott plusz egy-egy pontot, harmadik, illetve a negyedik Észak-Amerikában, és a FlyQuest és az Immortals pedig maradt 6-6 ponttal, vagy pontosabban maradt 6-6-6. Helyen, tehát ami még éppen a playoffot éri, de hát nem tudom, hogy mit lehetne itt tényleg csinálni a FlyQuest-tel. Szomorú vagyok, mert nem feltétlen ezt érdemlik, de ugye még a mielőtt átváltottunk volna a 2-es csatornára, azelőtt azt kezdtem mondani, pont az Echo Fox ellen kapták meg az első pofont a FlyQuest-esek. Az volt a legelső vereségük ebben a szezonban. Úgyhogy muszáj revansot venni és elhozni. Hát igen. Nem tudom, én most egy kicsikét csalódott vagyok, mert úgy éreztem, hogy mintha Hály feladta volna ezt az egész találkozót. Vagy legalábbis nem nagyon volt itt most fejben.
És azt nem tudom, hogy egyébként hány mióta nincs itt fejben. Mármint, hogy ő hetek óta. És azért az egy csapatnál, hogyha a csapatfőnök, aki a shot caller, aki az ace, bár mondjuk Lemon Nation a másik, akkor maradjunk annyiban, Lemon Nation az ace, az agy, és akkor mondjuk a ravasz pedig háj. Na most ravasz nélkül nincsen lövés. Nem, szerintem egyébként az agy is háj. Hát azért Lemon Nationnek azért vannak taktikai, ő volt az edző taktikai, mi az a mögöttes. Tehát, hogy ő volt az, aki ugye a Cloud9-nak a taktikákat folyamatosan mondta, választási tiltás. Én nagyon szívesen meghallgatnék egy mic check-et amúgy a FlyQuest-nél, mert eddig bármilyen csapatban volt háj, úgy nézett ki a mic check, hogy ő 95%-ban mondta be a dolgokat, amik éppen eszébe jutottak, és ő így hozza a döntéseket, így hozza a hívásokat. Tényleg 95%-ban ő beszél, a többiek pedig hallgatják azt, amit mond. És ebben egyébként benne van minden, tehát minden egyes hívást meghoz a csapata számára, tényleg azt is, hogy mit vásároljanak. De cserébe azok a döntések többnyire jók szoktak lenni, hogy Mami sültet ennyire, nem tudom. Mami, igen. Lehet, hogy ő is már egy helyre csak a mamára gondolt, de attól függetlenül... Régen volt egy picit azért. Vagy régen, igen. Nem tudom, tényleg most ez a négy nap, ez döntő lesz, és döntő fontosságú lesz a FlyQuest számára, hogy tud felkészülni a péntek este érkező Foxos mérkőzésre. No de, mi már hamarabb érkezünk egyébként, méghozzá LCS-szel, európai LCS-szel. Péntek este egyébként, amikor az amerikai fog kezdődni, akkor egy Cloud9 Dignitas, illetve egy FlyQuest Echo Fox fog jönni, viszont az európai LCS, ami már csütörtökön 5 órától kezdődik, amint megjelenik a Splice fog a Vitality-vel összecsapni, a G2 pedig a Giants-el, a Unicorns of Love pedig majd pénteken fog játszani 8 órától kedvenceim ellen. Nem, ez most gonosz volt. De hogy nem, én tényleg sajnálom nagyon az Orihan csapatát. Sokkal jobban, mint a FlyQuest-et, pedig aztán a FlyQuest is nagyon szimpatikus, de ott is nagy bajok vannak. Abszolút egyetértek. Ez egyébként nem tudom, ez ilyen fura, hogy persze voltak egyébként is, eddig is a CSS-ek során olyan csapatok, akik gyengébben szerepeltek, vagy éppen egy-egy hét nem működött számukra. Viszont például egy Orihan szintjén, vagy esetleg egy Envy, de az Envy is egyébként azért mérkőzéseket néha olyan magabiztossággal tud elhozni, hogy az valami szörnyű, de hogy meg ők legalább egyébként nyertek már meccset. Az mondjuk éppen csak hogy volt, kellett volna még egy kis sebzés, kedves szerintem Apolló. Nem látják. Nem, tudom. Csak jó. Én közben láttam és megijedtem, tehát kettő dobbant a szívem, mert Impact játszik, tudod, tehát azért mégiscsak. De nem halt meg. Tehát, hogy ennyire feltűnően látni azt, hogy mi a baj az Orihennél, hogy egyszerűen nem tudnak mit csinálni és vergődnek. Ennyire látni azt, hogy ez már a 8. sorozatos, tényleg az Envy-t most kiveszem a FlyQuest-nél, de 8. elveszített mérkőzés sorozatban, ezek rettentő furcsák számomra, hogy ennyire durván nem tud egy csapat hát ezt a rossz szériát valahogy levetkőzni magáról. Lehet valami olyan segítség kéne nekik, külső segítségre gondolok itt, nem tudom, akár csapatpszichológus, akár nem tudom, egy kétnapos nyaralás Malibón vagy valami, és nem ilyen G2-sra gondolok, hanem tényleg valami kis relaxáció. Nem tudom mi, de hogy valami ezeknek a csapatoknak kellene. Hát a G2-s az nem is kétnapos volna. Nem. Ez party. Az jó buli volt ugye tavaly MSI előtt G2. Na most reméljük, hogy ha mégis ők nyerni, mert nem tudjuk, ki fogja menjeni az európai rájátszást, mert az majd csak még 2 hét múlva fog csak kezdődni, de hogy aki nyeri az európai rájátszást, annak csak annyit tudunk majd ajánlani, hogy ne menjenek el nyaralni az MSI előtt, hanem inkább készüljenek majd a Mid-Season Invitational-re. Mi pedig szerintem készüljünk majd a jövő hétre, meg majd készüljünk elmenni alukálni. Egy kicsit még visszaadjuk a képet,
valószínűleg egy 5-10 percig még ez menni fog, amit, ami a kettes streamen megy. Ennyi volt mára és a hétre az LCS. Még bele is fértünk egyébként ebbe pont. A hétbe pont. Úgyhogy köszönjük a figyelmet és nyugodalmas jó éjszakát. Jövő héten csütörtökön pedig várunk titeket ismét megújult erővel és rengeteg szeretettel. Sziasztok!